Soroksárunk a Pitbull edzőterembe. Én Szabolcs megyében nőttem fel, és 14 évesen kezdtem el a küzdősportot, kickboxsal kezdtem. Ahol végül sikerült két világbajnoki aranyérmet szereznem, és gyakorlatilag 91-ben lett egy balesetem, amióta a kerekesszékbe kerültem, de ugye nem tudtam elszakadni a sportról, és azóta edzésködöm. Először ugye ez furcsa, aki nem ismer, mert ugye csak egy mozgás se jutott lát bennem, de a többieknek már én tehát egyenlő partner vagyok, tehát hogy nem lássák már bennem a kerekesszéket, meg itt közös célért dolgozunk, tehát itt ez erről nincs is így kérdés. 2006 óta ismerem a mesteremet, ez a Sándor Györgyöt, és igen, pont is azt tartott itt, azt fogott meg, hogy ő tolószékben van. Ugyanúgy tekintek rá, mint egy normális emberre, büszke vagyok rá, ő tanított meg harcolni, amennyire még most tudok, mindent ő tanított. A gémség számít, mert így vagy úgy, a csatatéren talál magára, aki arcos. Az, aki mindenbe indulunk. De az a cél, hogy a srácokat a legkeményebbre a ketrecarcra neveljük. K3, az 3 éve indultak Magyarországon, az én találtam ki. Több küzdősportból kovácsoltuk össze, box, kickbox, kempo, tiebox, és akkor ebből alakult ki. Kézzel ütnek, lábbal rúgnak, és a földön mindenféle földharc technika érvényes. Ez egy pitbull, ez ennyi, menni előre, küzd az életért. Ez szerintem több, mint sport, én úgy mondanám, ez egy küzdőművészet. Ezek modern gladiátorok. Ez ennyi, menni előre. Nem az a célunk, hogy mi utcán verekedjünk meg. Ezek a srácok azért tegyük hozzá, megvédik magukat. Főleg ő lehetett volna az, aki föladja. És nem adta föl. Nem adta föl, mi több még utána még híresebbet azzal, hogy bajnokokat nevelt. Az évekat neveltem ki világbajnokot, Európa bajnokot, többszörös magyar bajnokai vannak. Itt megtanulja az ember magát nem csak megvédeni, hanem bajnokká is neveli az embert ez a sport. Én nem leszek soha elégedett. Ez itt nem lehet leállni. Nekem ott vannak a következő generációt, tehát csinálni kell. Ez egy pitbull, ez ennyi, menni előre, fájdalom nélkül, ez nem reklám. Ez egy pitbull, ez ennyi, menni előre, őszinte, harcos, ez nem játék. Ez egy pitbull, ez ennyi. Én csak versenyzőket nevelek, én hobbistákban nem foglalkozom. Nekem muszáj bajnokokat nevelni, tehát ez eredményről szól ez a sport. Hogy mi a célom? Nekem az a célom, a legfontosabb, hogy egészséges, nagyon bizalommal rendelkező srácokat neveljek ki.